amely a népes szereplő gárdája naponta 8-10 órát tölt itt a stúdió színpadon, egy jelzés díszletben próbálva az előadást. Ebben a sűrű időszakban az egyetlen mencsváruk talán a tetőterasz. Ott kerestem meg a szereplőket. Sam Carmichael szerepét Nagy Balázs, Sasvári Sándor és Tóth András alakítják, és korán sem tűnnek nyúzottnak, pedig próbáltok már egy csomó ideje, és még egy csomót is fogtok próbálni. Mitől van az, hogy ilyen vidámak vagytok, nyáriasak? Jó a társaság. Tele vagyunk energiával, frenetikus. Általában itt kezdjük a napot 10-kor, és 7 körül megyünk haza, és közben van egy órás ebédszünet. Tehát nagyjából úgy néz ki a napi rend. Ott meg olyan helyesnek kell lenni, amilyen az ember egy szerelembe. Olyan erőszakos, meg olyan bizonytalan, meg olyan gyerekes, meg olyan felnőttes. Kell ezeket az érzéseket váltogatni. Ketten lányos apák vagytok, milyen érzés ezt a történetet játszani? Sírós. Röviden sírós. De van, amikor nevetős, természetesen. Igen. Tehát tényleg egyik pillanatban fetreng a közönség, meg mi is a nevetéstől a próbákon, főleg Szirtes tanár úr poénjain, tehát elképesztő, hogy milyen jó hangulatban folynak a próbák. Tényleg remekel mindenki. A másik pillanatban például most egy jelenet ment, egyszerűen nem lehet kibírni, amikor a Donna és a Sophie között van egy gyönyörű jelenet és egy csodálatos dal, hát azt meg kell könnyezni, tehát egyszerűen nem bírjuk ki. Ez a véleményed róla? Egy kis hülye, akinek a házassága mániája? Legyek őszinte! Hát tényleg nem értelek! Nem csodálom. Te vígan el voltál férj nélkül is, nem igaz? Az ásapapát köszönettel kihagytad, a gyerek összejött amúgy is! Hát köszönöm, ebből én nem kérek! A gyerek az csak gyerek lehet, az anyuka meg csak anyuka, tehát nyilván látom a hasonlóságokat, az összecsapásokat, a véleménykülönbségeket, de hát azért olyan csodálatos ez a darab, mert igaziból mindenkinek igaza van, és senkinek nincsen igaza. És mindenkit lehet szeretni, azt hiszem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkivel lehet azonosulni, azért én azt gondolom, hogy ettől van ekkora hihetetlen sikere ennek a darabnak a világ. Még visszanéz, indul már hát reggel iskolába. Nem, csak ott már nyeljük a könnyeket, mert mindenki zokog, az lesz a legnagyobb. Nekem a lányom elment külföldre, tehát konkrétan átélem ezt a szitút, hogy elmegy, és nincs, és az embernek megszakad a szíve. Miben hasonlítotok a szerephez, vagy inkább a szerep fog hasonlítani rátok? Húha, én azt gondolom, hogy mind a hárman önmagunkat adjuk benne. Mind a mellett, hogy a járások természetesen hasonlóak, vagy esetleg a gesztusok, zenére sok mindent azonosan kell csinálnunk, de hát mindenkinek a saját egyéniség átsüt szerintem az előadáson. Igen, szerintem egy testhez álló feladat, és lubickolunk benne mind a hárman. Biztos csak álmodok. Ti nem lehettek. Ha gondolod, szívesen megy. Hozzám ne érjük. Régen nem látom. Hogy álltok a próbákkal, milyen? Nagyon jól, nagyon-nagyon jól haladunk. Nagyon-nagyon jó szövegkönyv készült a darabra. Borzasztó jó jelenetek vannak, nagyon sok mindent lehet benne játszani, van benne lehetőség. Ez egy nagyon-nagyon jó nagy feladat, amiben tényleg az ember megmutathatja azt, hogy a szélsőségeit megmutathatja, hogy mit tud, mire képes. De igazából nem is ez a legfontosabb benne, hanem maga az élmény, amit ez a darab fog nyújtani nekünk.